Színek, ízek, illatok a nyíregyházi búzatéri piacon. A novemberi időjárás eddig nagyon enyhének bizonyult, de ettől függetlenül most is az ilyenkor megszokott idén jellegű zöldségekből és természetesen déli gyümölcsökből adnak el a legtöbbet. Az árak igen változóak. Fürtös uborka például vásárolható 1300 forintért és 2000 forintért is. Szezonja van a savanyú káposztának is, melyet 700 forintos kiló áron mérnek. Az árusok azt mondják, a drágulások nem olyan mértékűek zöldség és gyümölcs terén, mint egyéb élelmiszerek esetében. Az évekre visszanézve, én inkább nem a tavalyi éveket nézném, hanem visszamenőleg jó pár évbe a zöldség-gyümölcs ára nem emelkedett úgy, mint az élelmiszerboltokban, vagy mint az élelmiszerekben, vagy például mint a kenyér, hogy milyen nagy drasztikus emelés volt, mert ebbe a szezonban és ebbe az időtájt mindig a zöldség-gyümölcs féle ilyen árakban mozgott, vagy mint például a sárgarépa, a zöldségféle is időjárástól függően az is tartja az árát, hogy nem lett drágább, mint tavaly vagy tavaly előtt években, vagy mondjuk visszamenőleg 6 évre. A tél és a hideg idő beálltával egyre gyakoribbak a meghűléses, vírusos megbetegedések. Természetes orvosság lehet ilyenkor a jó minőségű méz és az abból készült egyéb gyógyhatású készítmények. A piacon magyar termelőknél igen színes a paletta. Hárs, akác, napraforgó, repce és egyéb virágmézek közül válogathatnak a vásárlók. Mézhozamot tekintve a termelők elégedettek, idén is el tudják látni a hazai piacokat. A mézhozammal szerintem a termelők elégedettek, az árral nem nagyon, mert a külkereskedelmi problémák nagy hatással vannak a méz felvásárlási és eladási árára is, úgyhogy legfőképpen a múlt évi árban értékesítünk jelenleg is, de a minőség mindennek felett, tehát az az első, de árban nem tudunk feljebb menni, hiszen válság van, és az embereknek nem mindig van pénzük arra, hogy megvegyék a jó minőségű mézet. A búzatéri piacon még szegedi termelőktől vásárolhatjuk a paradicsomot, helyiektől pedig a káposztát, krumplit, fekete retket és a hagymaféléket.